tudod azt, hogy egyeset összem. De nem, hogy tudod. Elvasztani. Jó, így el fog. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatóim! A 20. századi magyar sorstörténelemnek talán az egyik legfontosabb mondata abban foglalható össze, hogy valahogy azok az igazán nagyok, akiktől a holtukban is félnek. Gróf Cegei és Szentegyházi Vas Albert ezen magyar klasszikusok közé tartozik, olyanok társaságában, mint Remények Sándor vagy Nyírő József. Az idő rövidsége nyilván behatárolja most az irodalomtörténészek, ilyen esetben szerint jó magamnak a Hunhi Info főmunkatársának a szerepét, ezért most engedtessék meg, hogy a csodálatosnak ígérkező felolvasó est előtt néhány gondolatot osztak meg önökkel erről a kiváló magyar klasszikusra, aki nem csak Székelyföld, nem csak Erdély magyar tudója volt, egyfajta székely Homérosz, Tamás Járon egyetemben, hanem egy olyan magyar gondolkodó, aki valóban minden akkor minden magyarjának örök érvényű gondolatokat fogalmaz meg és ad át követésről. Melyek ezek az alapvető gondolatok most? Tehát az időrétsége miatt nyilvánvalóan a legfőbb alkotásaiból kívánok egy gondolatcsokrot az önök figyelmére ajánlani. Az első és legfontosabb pont Vas Albert művészetében gondolkodásában a haza és a nemzet szeretet. Ennek az alapja nála az otthon és a haza egysége, a Kárpát-Duna nagyhaza Isten akarata szerinti geopolitikai egységének visszaállításával való megmaradásunknak az elismerése, a magyarságunkra való büszkeség, az erdélyi ember másokkal szembeni elfoglalatlanságában megmutatkozó másfélessége, természetes megélése, mindazok aján sajnálása, akik nem tudják valamilyen oknál fogva, hogy mit jelent a román bakák helyett, például a magyar bakák csizmánynak a kopogása tündérkertben, ugye itt van Jönnek című kisregénye Vas Albertnek 1940-ből, amelyben ugye megírja, hogy mit jelentett a második bécsi döntés, és ennek következtében Székelyföld visszatérése és Észak-Erdélynek a visszatérés az anyaországhoz. Jelenti a haza és nemzet szeretet nála annak a tudatosítását, hogy a saját földjéért semmi sem lehet túlságosan nagy ár, nem lehet túlságosan nagy áldozat a magyarnak, és ezért életnek bizony többet kell harcolnia, mint más boldogan kevésbé harcos nemzeteknek. És Trianon árnyékában a legfontosabb a kutmérgező, bár Gróf Széchenyi István által is állandóan ostorozott pártoskodásoknak a megszüntetése, a szabadságba hit, vetett hit elvesztésével való rabbá válás helyett az örökké való szellemi kincseink kiaknázásával való önálló nemzeti életünknek a megteremtése, a sorsával elégedetlen, ellene soha semmit sem tevő, arctalan, bamba, néma tömeggel szemben a saját jussát, foggal, körömmel megvédők melletti kiállás, a nemzet elsősorban nyelvében, kultúrájában, művészetében való bárhol, a nagyvilágon való megélése, és a gyöngék hűtlensége ellenére való kitartás harcaival. Ezek azok az alapvető gondolatok és érzések, amelyek a Vas Albert elbeszélésekben, regényekben, sőt, költeményekben is megjelennek. A másik alapvető területe az Istenben való hit. Eszerint nem az ő kertjének, tehát Isten veteményes kertjének a kerítései alatt meglapuló és népével csak esküvőn, temetésen vagy keresztelőn együtt levő, hanem élete mindenkor ört álló szilaj papokra van szükség, olyanokra, mint Boldog Özsép volt a pálosság megalapítója. Továbbá a pokol és a mennyország állapotát lelkünkön, testünkön már itt a földi életünkben is megérezzük. Az élete való szenvedés, az Istenén Krisztusét való kálvária pedig fényesre csiszolja a lelkünket, hiszen a magyar közmondás is mondja, teher alatt nő a pálma. És ennek a csiszolásnak kizárólag Isten a gazdája, aki csak az ő törvényeinek követésével tudunk igazán magunkénak vallani, és egyben ez az Isten való hit azt is tudatosítja, hogy az a nyugat, amely elhagyta a rendeléseit, elhagyta, Isten nem lehet nekünk igazi bíránk. A
az Istenben való, akárcsak Jézus értelme vett mustár magnyi hit pedig hegyeket tud megbozdítani, és az Istennek a hatalmában való kételkedés pedig magának a társadalmi rendnek a feloldásához, a tisztesség és a törvény elfedéséhez vezet. Az ember ugyanakkor vallja vasal, mert nem lehet sohasem nagyobb, mint teremtmény a teremtőnél, Istennél, hiszen legtöbbször igen, együgyű és tökéletlen szolgálja ő neki, aki ezért alázattal így kell valljon, sok a mulasztásom és az érdemem kevés, de gyalázatra és hazugságra, ha nem használtam fel az Úr házát és nevét, akkor meg tudok igazolni előtte. A harmadik alapvető pontja a vasalberti gondolkodásmódnak az egyén és a közösségi moralitás, amely sajnos nagyon kiveszett a magyar nemzetből, a magyar társadalomból, a magyar népből 1945 óta való tudatos tudatpusztítás által. Ennek az egyén és közösségi moralitásnak az értelmében nem csak szabad, hanem kell is igazságunkat világá kürtölni. Akik pedig érte halnak, nem halnak meg sohasem, hanem valójában a Földön is az égben járnak, fél lábbal, a Földön fél lábbal az égben, ahogy a Szent Ágoston is egykor fogalmazott, és akik tehát érte élnek, azok csak átkelnek a földi életen nevezett hágon, a hídon, és utána is élnek a szeretet örök kötelékében, ami a magyart a magyarhoz fűzi, a tiszántúli, a dunántúli, a bácskai magyart a székelyhez, és így lelheti meg a magyar a nyugodt lelkiismeretet, ami a legszebb öröm, minden anyagi áldozatnál is örömnél nagyobb az ember életében. És ugye vasolvert világát, hogyha elolvassuk az elbeszéléseit, mondjuk akárcsak az Adjátok vissza a hegyeimet, vagy akár lehet említeni a Csaba című regényét, vagy a Kastély árnyékában, lényegében bármelyiket, ebben mi jelik meg? A Kalák, ami nem egy együttes vasolvertnél, hogy a nagyon sokan ma ezt csak ismeri, hanem egy önzetlen szeretett fogalom. A Kalák jelenti azt, hogy ha a Székelynek a háza leég, akkor az egész falu, az egész porta, az egész közösség érte van, mert fordítva ugyanígy számíthat a többiek segítségére. Tehát ez az, ami azt kell mondjuk, hogy ma nagyon hiányzik, és ennek a hiánya okozza, írja Vasalbert, már az emigráció utáni években is, Bajor Erdő, Floridában a legtöbb bajunkat, hogy lehetnek itt kormányváltozások, lehetnek rendszercserék, de hogyha valójában nem akarunk saját magunk változtatni a sorsunkon, ha azt mondjuk gróf Teleki Pál miniszterelnökkel szemben, aki valaha úgy vallott, hogy merjünk magyarok lenni, és azt mondjuk helyett, hogy merjünk kicsik lenni, ami ugye sajnos miniszterelnöki szinte néhány évvel ezelőtt elhangzott, akkor megpecsételhetjük a sorsunkat. Most Vasalbertnek ugyanakkor az egyén és a közösségi moralitása több gondolatot is hordoznék ezen kívül. Azt nevezetesen, hogy bizony nagyon sokszor a vetés őrei is tudják, hogy igen kevés a tiszta búzaszem, viszont nagyon sokat törött, üszkös és aszkott, és még inkább a konkoly, és hogyha az ocsút földbe vetik, csirázni hagyják, a gaz hamarosan elnyomja a búzát. Sajnos a tömegről, mint olyanról nem volt Vasalbertnek túlságosan jó véleménye, és ez nem csak az itthoni, az anyaországi, hanem az anyaországon kívüli emigráns magyarságra is vonatkozott. Azt mondja, hogy valójában az az igazi ember, aki tényleg önzetlenül tud segíteni, és ezzel szemben a legrosszabb embertípus a kommunista, amely örökké elégedetlen és gyűlölködik mindenre, ami nálánál jobb, és mindenki, aki nálánál külön. A következő, a negyedik alapvető pontja a vasalberti művészetnek és világképnek, nemzet szemléletnek is egyben, ugyanakkor a szerelem és a család felfogás. Ugye közmondásos, hogy a magyar valóban a nőben a boldogságos és szeplőtlen Szűz Máriának az igazi képmását leli, középkori énekeink is pontosan erről tanúskodnak, művészeti ábrázolásaink, a gótikától kezdve a barokkig bezárólag. Ugye ez vonatkozik a magyar irodalomnak a színe javára. Hát gondoljunk csak bele, kedves testvérek, hogy a magyarság ősi himnusza a Boldogasszony anyán kezdetű népének, amit ugyancsak a 18. század végén jegyeztek le, de benne van valóban a magyar férfi, a magyar embernek a természetes és alázatos megkódolása az isteni kisderd édesanyja iránt. És azt mondja Vasalbert is, hogy valójában szeretett létünk alapja és hordozója az asszony, hiszen arra születünk, hogy kínlódjunk, vergődjünk, de úgy, hogy legyen mellettünk asszony, nő, által gyermek, család, mert különben nincs értelmük. És a szerelem pedig az egyetlen természetes állapot, amely nem csak az íroszból, a testből, hanem egyben a léleknek az állapotából is áll, és amely a pokolból is az égig emel fel bennünket. Megszépít, felmagasztal, még a bűnt is, ha kell, erényé varázsolja.
amely nem ismer titkokat, így akik együtt tudják az életüket leélni, kell, hogy egymás minden belső titkát ismerjék. És hogyha fészket raknak, otthon teremtenek, akkor bizony az egész világ tükör lesz a számukra, és ebben a tükörben valóban Isten fog megjelenni. Ez az, ami tehát a vasalberti gondolkodásban alapvetően megjelenik, és ez az, ami ugye sajnálatos módon láthatjuk, hogy a mai modernnek mondott művészet haláltáncszámban egyáltalán nem kap helyet. A következő, a hatodik pontja a vasalbert művészetnek az a természethűség. Kevés olyan magyar írónk van, talán Tamási Áront is, Nyílő Józsefet kivéve, aki a 20. század első felében a természet, az erdélyi táj, Hargita, fenyvesek zúgása szépségeiben nem egyszerűen csupán természeti jelenségeket, hanem az embervilágnak a valamennyi apró rezdülését meg tudta figyelni. Valóban, ahogyan Tamási Áron Ábelje vagy Nyílő József Huszbencéje, úgy pontosan vasalbert a nagyon is dzsungel hősöké váló alakjai ezt a sajátos szimbiózis jelenítik meg, ami nem azt jelenti, hogy az ember maga az Isten, nem azt jelenti, hogy de Isten lenne mosolva, mert nem azt jelenti, hogy a teremtő akaratából a teremtő és a teremtmény azonos egymással, de jelenti azt, hogy egy társadalom, egy nemzet akkor életképes csak, ha benne óriás fák vannak. Ugye a fa, mint szimbólum, mint jelkép, általában az irodalomban, nem csak a magyarban, de főleg a magyar irodalomban ahogy is megjelenik, hogy a fa önmagában nem élhet csak akkor, hogyha több fa van között az ember, közösségi lény, hogy Arisztotelész is hirdetett áll. Ebből következően Vasalbert is azt mondja, hogy akkor él egy nemzet, ha óriás fák vannak benne, és ezeknek a legfőbb sajátossága az, hogy bizony önmagukban egészen kidőlnek, de ha egymást támogatják, ha egymást támasztják, hogy a Nyílő József egyik csodálatos, valójában elbeszélésként született, de a saját akaratából, mint egy drámával alakított elbeszélés, a Jézus faragó ember is erről tanúskodik, az ember bizony igenis, ahogyan a fenyőfát megfaragja, hogy a saját életét is mindig örökké kell faragni, de a jó pap is holtig tanul tartja a közmondás, és ez az a gondolat, ami Vasalbertnek a regény művészetét állandóan áthatja. Az, hogy bizony az erdő ropogásába belemerül az ember, és aki benne vadász, ne legyen res, hogy megismeri a saját puskáját, megtanulom, bánni vele. És aki a hasznos maradat lelővi, annak nem való a kezébe. Továbbá nem a puska teszi az embert, hanem az ember a puskát is. Az igazi vadász gyönyörkedik a vadban, és az ember élet egyfajta erdőjárása, lélek kultúrája. És ilyetén nem felteti az ember, hogy a madaraktól, ugyan annak idején azt hiszi, Szent Francis vallott, hogy a Clairvoyant Szent Bernard többet tanulhat a természettudós is, mint egyes elméleti könyvekből. Végül, de nem utolsó sorban, hogy a legtöbb vihart kavarja, mindmáig az Vasalbertnek a történelmi szemlélet és politikai gondolkodás módja, ami egy nagyon egyszerű tételből indul ki, ami lényegében a magyar népességnek, egy I.S. Gyula népességnek, amit összegyűjtött, egy Kriza János népességnek, vagy általában a magyar mitológiai világnak egy alapvető kiinduló pontja az, hogy bizony a politikának a nagyurai Európában, hát ez főleg ilyen Trianon óta tudjuk, csak beszélnek a békéről, a humanizmusról, az emberiességről, de egyáltalán nem gyakorolják. Félnek az igazságtól, félnek a kimondott szónak a tisztaságától, és éppen ezért a bolsevizmus, a kommunizmus az, ami a leginkább, és hát persze hozzátehetjük a késői Vasalbert szavaiból, a liberalizmus az, ami az egész emberiségnek a rákfenéjét okozza, mely lényegében különböző utopisztikus fogalmakról beszél, de valójában a győzőknek az önmítségével akar ősi nemzeteket teljesen porba alázni. Hát így látja Vasalbertnek a gondolkodás módja a Trianonhoz való viszonyunkat is. Tehát ebben a viszonyban persze benne van az is, hogy sajnos, hogyan ez számos munkájában, épp úgy, mint Nyílő József például a Néma Küzdelem című regényében kifejti, a magyar uralkodó osztályok a kiegyezés 1867 után nem igazán törekedtek arra, hogy legyen saját nemzeti politikánk, és ezért a különböző idegen, főleg román irredentista törekvéseket támogatták, hallgatólagosan, nem is direkte. Tehát Vasalbert azt mondja, hogy bizony nagyon nagy igazság rejlik abban az ősi bölcsességben, hogy a rossz győzelméhez nem kell több, mint a jó tétlensége. A bizonyos Patópál uras magatartás, amit ugye ismerünk, ha ismerünk és szajkózunk, de nem biztos, hogy belegondolom, ugye életét így tengi árdal, bár apái nélküle,
Mindent úgy bőven hagyának, soha sincsen semmilyen. Tehát ilyen jön a fölmentő ítélet, tehát ez nem az ő hibája, ő magyarnak születés hazájában, ősi jelszó, ej, ráérünk arra még. Most ezzel szemben Vasalbert valójában azt mondja, hogy csak annak a népnek van igazán élettere, életjoga a földhöz, a kultúrához, a nyelvhez, és mindazt, ami ezt lefer, amelyik valóban küzd és a szellem fegyvereivel. Most ez azért nagyon fontos, mert Vasalbert életében van egy döbbenetes dátum, akkor, amikor 1941-45 fordulóan ott vannak a muszkák, a Kárpátoknak a Ojtozi szurosban például, és a Magyar Királyi Honvédség védi a menthetőt, amennyire lehet, akkor számos tisztása, 36 tisztása Vasalbertnek a leszerelését kéri, hogy hadd menjenek vissza az erdélyi szülőföldbe, és a tábornoka, a felettese Vasalbertnek, Dánoki Veres Lajos tábornok azt mondja, hogy nem, te, édes fiam, kimész nyugatra, és elmondod, hogy adjátok vissza a helyeimet, elmondod a nyugat népeinek, Amerikának, annak a nemzetnek, amelynek a fiai Bukarestet és Budapestet nem tudják egymástól megkülönböztetni, és Rafael Jernő történész kollégámáról nagyon sokat tudnak praxisában beszélni, ennek a társadalomnak, ennek a rétegnek elmondod, hogy igenis vissza kell adniuk a helyeinket. Tehát diplomatának kell lenned a diplomaták helyett, el kell mondanod azt, hogy mi történt, mi az a rontás, ami lényegében nem csupán a versailles-i status quo-val következett be, hanem már korábban is, amikor a románok vásároltak fel tömegesen földterületeket Székelyföldön, mert a magyar uralkodó osztály ezt megengedte. Tehát el kell mondani azt, hogy a magunk hibája buglasztásából, és idegeneknek, a különböző Európát megrabló titkos társaságoknak az akaratából mi történt. Tehát egy missziót bizott egy magyar katonai felettes Vasalbertre, amiről Vasalbert 1968-ban egy San Franciscó-i előadásában nagyon világosan beszélt, és elmondta, hogy bizony, sajnos ugye a magyar a Kossuth nóta népe, azt mondja, hogy ha még egyszer azt üzenni, mindjártunknak el kell menni, igencsak hát ugye, hát meddig kell várni, mire egy magyar meghallja behívó üzenetet, és nem arra vár, hogy másik 500 elmegy, hanem elvegyő saját maga, a saját javáért harcol. Ez az a gondolkodásmód, ami sajnos kiveszett a Kádár korszakban, úgymond szocializálódott és liberalizmusba hajlott nemzedékeknek az egész magatartásából. Mondjuk egy nagyon sokan Marx nyomán azt mondják, hogy ugye a lét határozza meg a tudatot, én nagyon sok mindent szeretnék megtenni, mondja nagyon sok mai ember, mert Erdélyt is szeretném vissza, csak nem akarok itt áldozatot hozni, mert félek az áldozat súlyától. Pedig sokszor nem kell véráldozat, biztos időket idéző, csak egyszerű mindennapi életben való véráldozat, helyett való mindennapi helytállás. És ez az, aminek a hiányát Vasalbert sajnos az emigrációval is nagyon sokszor megtapasztalta. Szinte nincs olyan műve Vasalbertnek, amelynek a gondolatai ne köszönhetnének vissza. Most ugye valóban ugye már félúton járok az időben, de azért ugye mégis nem lehet megkerülni az embernek önmagától, legalább a saját kutatási eredményeit, mint egy felhozva, néhány gondolatát ne idézze fel. Íme néhány. A Kasti árnyékában című regényében azt írja, gyönge ember az, akinek ellensége sincs. De nagyon sokan vannak, akik ma is valamiféle megfelelés kényszerből azt mondják, hogy jó, igazunk van, de ezt az igazságot nem kell, még nem időszerű, majd később kifejtjük, de mikor jön ez a késő? Mikor jön az igazi behívó üzenet, amikor Urunk Istenünk előtt meg kell állnunk, és akkor már nem mondhatjuk azt az örökké valóságban, amikor a testünk és a lelkünk elválik egymástól. A halálunk pillanata után Isten megítél minket, akkor már nem lesz de még egy lehetőség, de még egy behívó, de még egy Kossuth nótára való üzenet. És pontosan erre világít rá Vasalbert, és arra, amit az átoksori kísérletekben megfogalmaz, a legtöbb bajt a butaság okozza ezen a világon, hát ezt már az ókori bölcsek is megfogalmazták. És az Eliza című regényében minden két gondolatra rímelve azt írja, háromféle ember van a világon, azok, akik a maguk urai, azok, akik másoknak dolgoznak, és azok, akik egyszerűen kerülik a munkát. Hát mondjuk ezt a hármas kategóriát tökéletesen be lehetett illeszteni persze az egész 1945 utáni látszak bipoláris kettős európai orcolatban, látszak volt egy szovjet, meg volt ugye egy amerikai társadalom, de valójában a kettő a fogyasztóiság révén nagyon is találkozott egymással. És eközben azt írja Vasalbert a Zsoltán és Trombita szó című elbeszélés kötetében, amikor én kimondom ezt a szót, hogy Erdély, ebben benne van minden, a szívem, a lelkem, az agysejtjeim, molekulái, mindaz, ami voltam, vagyok és leszek. Tulipános bölcsöntől a kopjafáig, ezt egy olyan időszakban tesz, amikor Kádár János 1951-ben Marosvásárhelyen elárulja a magyarságot, és azt mondja, hogy nem kell Erdély, mert mi
szocialista ország vagyunk, és Erdély romániái. Tehát ez miért nagyon fontos, kedves testvérek? Azért, mert ugye egy igazi írónak, egy igazi embernek, ha nem író, akkor is az ereje valójában a prőcsapások alatt mutatkozik meg. Tehát nem akkor, amikor jó dolgom van, hanem akkor, amikor üldözlek az igazságét, még Amerika földjén is. Mert Vasó Albert például alapított könyvkiadókat, de voltak olyan személyek, most nem tartozik ide, nem mondom, hogy ki, de ki lehet találni, akik azt mondták, hogy ha ő nem úgy ír, ahogyan mi diktáljuk, ahogyan diktálja a látszólag két valójában egypólusú rendszer, akkor önnek itt nem lesz semmi maradása. És megpróbáltak Vasó Albertnek keresztbe tenni. Rengeteg írásában, főleg a 80-as évek végén, 1998-ban megövetkezett halál előtti évtizedében főleg írt erről a keserűségről, ugye, amelynek jegyében ugye nem kapta meg csak egy évre az itt tartózkodást a Csunka államtól. És éppen erre való tekintettel Vasó Albertnek mégis, hogyan fogalmaz, egyedül a világ ellen című elbeszélésében meg kell mentsük ezt a világot, ezt a kis magyar világot, ha kell még ezt a 93 ezer négyzetkilométert is, hogy majdan ekkor, ha nemesebb emberekből fog állni az államvezetés, az ország irányítása, vissza tudjuk venni, mert ugyan a magyar örökségünkben fogalmaz, föl kell szabadítsuk Magyarországot attól a félelmetes lehetőségtől, hogy a jelen idők irányzatát követve a nemzetközi tőke rabszolgájává váljon. És a nemzetközi tőkében nem csak Moszkva van benne, hanem ugye mai áthallásos szóval, és biztos, hogy benne, hogyha most Vasalvet élne, nem tiltakozna ellene, mert Brüsszel is benne van. Éppen ezért, ha a politikusok nem teszik meg azt, amit meg kellene tenniük, a magyar író feladata fogalmaz a Magyar Pólus címmel összegyűjtött kötetében minden időben, hogy írjon szóban, szellemben magyarul. Ha ezt teszi, nem kell, hogy amúgy politizáljon másként, mert ha magyarul ír, magyar szellemben, lelkismertének és felelősségének parancsa szerint, és nemzete iránt érzett aggódó hűséggel, ez már több, mint politika, ez már honvédelem. Mennyire honvédelemről van szó, kedves testvérek, végül, de utolsó sorban, van egy Vasó Albert elbeszélés. Ha most valaki tőle, mint irodalom történészről megkérdezné, de általában mondjuk, ha úgy tetszik, hogy a magánszemély lennék csupán, mint olvasótól, aki Vasó Albert 1999-ben kezdett el megismerkedni, amikor még sokan a nevét se tudták leírni, most nem dicsekvés, csak tény, akkor azt mondanám, hogy egy elbeszélését ajánlanám, már csak rövidsége miatt is, mert általában a mai emberek ugye a napi robot után bizony 15-20 percig tovább nem tudnak olvasni, nem tudnak koncentrálni. Nem feltétlenül az ő hibájuk, de így van. És ez az alkotás pedig a Patkányok honfoglalása című alkotás, amely többféle művészi előadásban ismeretes, remélem talán majd itt és a napokban el fog hangzani. Ugye itt most nincs idő, most már részletesebben ennek az ismertetésre, de lényegében az alapsémát remélem, hogy azért alapvetően ismerjük, de ha nem, akkor azért röviden összefoglalom. Tehát ugye volt egyszer egy ember, kezdődik ugye a népmesei betét szokás szerint, és a meséknek szinte minden szava, még a kötőszava is igaz. Tehát élt a dombon, uralkodott, nagyon szépen megvolt a maga háza népével, gyönyörűen betakarította mindazt, hogy be kell takarítani, tehát ápolta, őrizte a házat, az őseinek a földi dominiumát, ez mind rendben is lett volna, csak hogy egyszer csak néhány patkány megjelent ebben a házban. Eleinte úgy tűnt, hogy nem okoznak különösebb problémát, elrejtőztek a pincében, hát ott úgyis volt bőven ennivaló. Az ember pedig eleinte, aki a ház gazdája volt, észre sem vette azt, hogy jelen vannak, megdizsválták ugyan a vetést, a veteményt, de hát ő nagyon nem törődött vele, mondván, hát is van még éppen elég. Amit ki is használtak ügyesen a patkányok, elkezdtek szépen szaporodni, először a pincét túrták fel, a falakat kezdték ásni, az ember megpróbálta betömni a hiátusokat, a hiányokat, de hát újra és újra egyre több ilyen hiátus keletkezett, és hát eleinte még tovább is úgy gondolta az ember, hogy hát nekik is amiből meg kell élniük, és rohamosan szaporodtak a patkányok, aztán egy alkalommal már a kamrába, sőt a szobájába is besúrantak, és bizony megrágtak, minden megráthatott, még az ünneplő csizmáját is, erre odasújtott az ember a baltájával, és ugye az egyik patkány fejbe találta, amire ki is volt, és ugye az összes patkány azonnal rémülten röffent össze, és kihirdették, hogy az ember, aki őket befogadta, akaratuk ellenére, mert nem tudta, hogy milyenek, nem ismerte a természetrajzukat,
nem ember, valójában gyilkos ellenség, aki az ő szabadságukat korlátozza, gyilkos, gonosz, önző, és kijelentette a főpatkányra, hogy nem leszünk többé a rabszolgáink, követeljük a saját szabadságunkat, jogainkat, és erre a patkányok elhatározták így kórusban, csapatban, hogy bizony, most már harcot fognak kezdeni az ember ellen. Persze az ember erről még továbbra sem tudott semmit, elfelejtette a baját, új csizmát vásárol magának. Aztán, amikor már a megmaradt szalonnáját kezdték el lácsálni, akkor hát természetesen nagyon megragudott, ezt föltette a gerendára, és megragudtak a patkányon, mondván, hogy elérhetetlenné tette a gazda a szalonnáját, valójában a maradék kincsét, amit még a kutyájának sem adódott. És ugye mit kiabáltak el? Szemtelenség, gyalázat, kifosz bennünket, miénk a ház? Miénk volt örökké, csak megtűrtük benne az embert, aki eddig jól viselte magát, de most aztán elég. És egy éjszak, amikor aludt az ember, rárohantak, őrá összeharapták, kikergették a házából, elüldözték és kihirdették mindennek, a kerten növények állatoknak, hogy ez patkányország többé. Hát el is pusztult hamarosan minden kiürült, tele volt a fal továbbra is lyukakkal, minden vetés azonnal elpusztult, és ilyetén, aztán télire már nem maradt a patkányoknak semmi is. Egymást kezdték el enni, egymást kezdték el rágni, veszekedtek, marták, ölték egymást, de nem tettek egyebet, végül fölkerekedtek és ott hagyták a tönkretett birodalmat. Az ember pedig, fogalmaz Vasalbert, szépen visszajött megint, rendbehozta a tetőt, kitakarította a házat, a falakat megigazította, kimeszelte, a földet felszántotta, vetett és aratott, mint egykor, és mire megjött a nyár, újra virágillat és madárdal vette körül a házat. És ősszel ismét megkelt a pince, a kamara, a gabonás, minden úgy volt, mint ahogyan egykor, mint régen. Azonban, és ez a csattanó, ugye sokszor tényleg valóban a csattanón van a hangsúly, a hogyan továbbon, elrejtőzve maradt mégis néhány patkány a falakban, vagy a pince gödreiben, és amikor az ember észrevette, hogy újra szaporodni kezdenek, akkor pontosan elgondolkodott, hogy mit is tegyen velük. És ugye az utolsó, záró mondat a Vasalbertnek az eredetiben így hangzik szóra, ti is gondolkodjatok, és aszerint cselekedjetek. Most ez egy remekbe szabott elbeszélés, amiben ugye behelyettesített az ember különböző entitásokat, különböző etnikumokat. Most ebben nem is kívánok belemenni. A lényeg az, hogy vannak az időtlen alkotások, pontosan azok a művek, kedves testvérek, amelyek mindenkor elővehetők. Ilyen Szofoklész, Antigónia, mindenkor elővehetők, mert a holtat mindig el kell temetni, akármilyen ideológiai egyében is ontotta a vérét. Ugyanígy ez az elbeszélés is pontosan azt mondja, hogy semmivel sem kisebb ez a Vas Alberti alkotás, mint mondjuk Szofoklész Antigónia, ami mondjuk valamivel ismertebb, mint ez a Vas Albert elbeszélés, de semmivel sem kisebb jelentőségű. Ebből az elbeszélésből valóban tökéletes látletet kaphatunk arról, amit Európának nevezünk, európai valóságnak, ami 1920. június 4-e óta lényegében minden bipoláris, minden kettős felosztás ellenére megvan, és amelynek jegyében ugye diplomaták adják egymásnak a kincset, azt mondják, hogy igazságtalanság volt, ami Trianonban történt, a megrablás, mert a patkány megrabolt az embert, de hagyjuk ezt az állapotot, ha már így történt, most légiesítsük a határokat. És Vasalbert nagyon jól tudta azt, a 80-as évek, vagy akár a 90-es évek magyar valóságában, hogy most a revíziónak a teljes valósága, pláne ma mondhatnánk kerede akkor, olyan, mint akkor a Mihály irodalomtörténész kollégám szója a réve, mintha mondjuk egy lakatlan szigetet tömegverekedés törne ki. De soha nem adhatjuk fel a reményt. Tehát először is ugye az anyanyelv, az anyanyelvű műveltség, a kultúra, a vallás ápolása az, ami lényegében az öt világrész minden magyarját egybeköti egymással, és hogyha valóban ilyetén föllövünk egymáshoz, ha minden nemzedéket Reményik Sándor szóval megemlegetve válunk magyarrá, akkor ez a 93.000 négyzetkilométer területileg teritoriálisan is tágulhat, de először a szemi tágulásnak kell, egyfajta kiárulásnak, emulációnak kell bekövetkeznie, amit nagyon szépen megfogalmazott még 1920-ban Trianon beköszöntekor Juhász Gyula, a Szegednek a szelicó költője, nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Most ez a mindig gondoljunk rá, és ne csak verbálisan, hanem tettelegesen is, ez azt jelenti Vasalbertnél, hogy mondjuk el, hogy mi történt velünk. Mondjuk el, adjuk át fiainknak, lányainknak, adjuk át minden nemzedéknek, amennyire képességeink
ből telik legalábbis az, hogy mi az a rontás, ami támadta a világra, hogy amit 1948-ban a már emlegetett Adjátok vissza a hegyeimet című regény remeklésében is megfogalmazott, ugye appellálva arra, hogy Urak, itt tudom, hogy nektek óriási a hatalmatok, és egy másodperc tüledéke alatt meg tudjátok változtatni a viszonyokat, mert éppen erről való tekintettel kérek benneteket, hogy vegyétek tudomásul, hogy hiába adtok nekem hegyeket a Sierra Nevada, vagy a Cordillerában, vagy bárhol máshol a világon, az óceánon túl, azok a hegyek nem az én hegyeim. Mert a magyar nagyon jól tudja azt, hogy a birtokjog, a saját jus, a saját több ezer éves történelmünk által megszervezett területünkhöz való ragaszkodásunk adja meg az igazi létlakot ahhoz, hogy éljünk. És ugye ez az, ami valóban minden magyart összeköt. És ez a tanmese, ez a csodálatos remekben szabott kis elbeszélés, valóban azt kell mondjuk, hogy talán a vasalverti világképbe és világnézetbe való betekintésnek a legfontosabb eszköze. Tehát, hogyha valaki tőlem azt kérdezi, hogy mi az, amit elolvasol legelőször Vasalvertől, most a versein túlmenően, mert azok önmagában adják magukat, először én is a versein átismertem meg őt. De ha mondjuk valaki az epikájával, a prózájával kíván foglalkozni, akkor azt mondom, hogy nem csak a terjedelme rövidsége, hanem az ezáltal is való rövid és tömör vélemény kifejtése alapján ezt az elbeszélését tudnám ajánlani. Ezt az elbeszélését megérti az 5 éves is, az 50 éves és a 85 éves is. Meg kell, hogy értse, be kell tudja, hogy helyettesítse, hogy hol a patkány és hol van a gazda, aki nem akarta befogadni a patkány. Tehát ez egy olyan alkotás, és hát persze nem csak ez az egy Vasalbert munka, hanem a többi is, ami valóban megmutatja azt, hogy a magyar mennyire pontosan tud gondolkodni, és főleg a mese irodalom, a népmese világa mennyire közel áll a magyarhoz. Csak befejezésű egy párhuzamos gondolat a vasalberti elbeszéléshez, ebben a remekben szabott a Patkány honfoglása című történethez, volt a 18. század végén egy kiváló magyar elbeszélő, sajnos alig ismert a neve, úgy tudják, hogy Fáji András, kiváló magyar meséket írt, és van neki egy meséje a Skorpióról. Ez szerint a Skorpió egyszer arra kérte a teknős békát, hogy vigye át hátán a folyó túlsó partjára. És a teknős béka azonban vonakodni kezdett, mert hát én nagyon jól tudta, hogy milyen a Skorpió, ismert a természetét, azt, hogy orvul tud támadni. De miután a Skorpió megesküdött arra, hogy soha nem tud a hátlanságot elkövetni, a teknős béka mit csinált? Fölvette a hátára. Ám amikor a víz közepén jártak, érezte, hogy a Skorpió elkezdi fúrni a páncél hátát. És akkor fölháborodva szemrehányást is tett a szószegésért, mire viszont a Skorpió így felelt, jobb lenne te ostoba, ha magadnak tennél szemrehányást, amit abban biztál, hogy meg tudom tagadni a természetemet. Hát úgy tűnik, hogy az európai nemzetek élén állók és olyanok lényegében, mint a Skorpiók, nem tagadják meg a természetüket, de azért van szükség vasalberti emberekre, hogy ezt addig olvassák a fejükre, amíg nem fogják átfúrni az őket a folyó másik partjára átívő teknős békának a falát. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, sajnálom, hogy ilyen rövid idő állt rendelkezésre, de bízom benne, hogy a házigazda szíves jóvoltából lesz még alkalom arra, hogy a vasalberti igéket, szavakat, gondolatokat részletesebben átvegyük, és mielőtt búcsúznék, mert most Ónodra vidékre kell menni ottani barátaimhoz, följön van szíves figyelmüket egy könyv, ami tavaly adt el a nyomdát, Mély szántás történelmi titkai címmel, Raffai Ernő történész kollégám ajánlásával 8 történelmi tanulmányt tartalmaz a középkortól 1956-ig, olyan tényeket, amelyek az elmúlt évtizedek oktatásában nem vagy alig jelentek meg, és ha valakinek erre szüksége van, a fönnálló, itt töltendő néhány percem során lehetősége van vásárolni, 1900 forint is dedikálni, és fogom a részen nagyon szívesen. Hát Isten áldja meg önöket, és ne feledjék azt, hogy Szűz Mária népe vagyunk, és ez azt jelenti, hogy nekünk valóban nagyon nagy küldetésünk lesz a világban, ha hülyek leszünk a saját fajtánkhoz. Köszönöm szépen a figyelmet!